Szeretettel köszöntök mindenkit itt a tornyházban. Mai témánk a szovjet űrsikló program lesz. Ez is hasonlatosan a szovjet holdprogramhoz egy olyan terület, aminek egy kiterjedt legendáriuma van, de viszonylag kevés konkrét információ van róla. És azok a konkrét információk többféle forrásban erőteljesen kavarognak, és megpróbálunk egy kicsit rendet vágni ebbe, és áttekintjük ennek a egyébként igen érdekes és igen kurta véget ért programnak a elő- és utóéletét is. Kezdjük. Szovjet űrsikló az egyszerű csoda. Hát most mondják, hogy egyszer volt ugye Budán kutyavásár, sok minden mondják, hát sajnos a szovjet űrsiklóra is igaz ez. Tudni kell azt, hogy amikor a Szovjetunió hát a holdversenyt elveszítette, és helyette inkább átnyergelt az űrállomásokra, akkor intenzíven elkezdte nézni a másik oldalt, az Egyesült Államokat, hogy tulajdonképpen mi az, amit a másik fél lép, és arra próbáljunk reagálni. Hogyha megjelent ott valami újítás, akkor arra nekünk is szükségünk lehet. Az űrprogram ez ott kapcsolódik ebbe bele, hogy az űrprogramot azt gyakorlatilag a hadsereg felügyelte. Vagy enyhébb módon, vagy közvetlen hatalomgyakorlással, de a hadsereg alá tartozott mindenkor. És hogyha a hadsereg meglátott valamit a másik oldalon, ami működik, hát akkor nekünk is kell így. Méghozzá valami olyan, ami legalább olyan jó, de ha még jobb lenne, az még jobb lenne nekünk is. Ilyen volt például a vietnámi háború végén kiválóan teljesítő F-111-es könnyű bombázók, amik varjaszárnyon repültek, és igen jó képességeik voltak, hát el is jött gyorsan a szándék, hogy akkor nekünk is kell ilyen. Hát ezért lett Su-24-es, hasonló kialakítás, hasonló célokért. Vannak, akik azt mondják botor módon, hát persze, lemásolták. Hát, aki ilyet mond, az papírlapnál komolyabb dolgot még nem másolta sose. De tény, hogy hasonlítanak is egymásra, és hasonló feladatokra voltak alkalmasak. Aztán jöttek a további dolgok. B1-es nehéz bombázó, baj a szárnya, a hangsebesség fölött, hú, nagyon beharangozva, hogy nagyon sok lesz belőle, ez mindent tud. Hát akkor nekünk is kell ilyen, mondta szovjet hadvezetés, hát lett is a világ legnehezebb bombázója, hangsebesség fölötti, nagyon jó, nagyon kevés lett belőle, de van. Aztán egyszer csak megjelentek 1972-ben az amerikai televízióban, még mindenféle sajtóorgánumban, hogy hú, mi szeretnénk valami olyat, ami eltér az eddig használt űrhajóktól, mert olyan szavakat kezdtek el használni, újra felhasználható, meg ilyenek, amik eddig nem voltak jellemzőek az űrkutatásban. Ezt néztek rá, hogy jó, biztos, na de akkor erre mi mit csináljuk? 70-es években volt egy szólásmondás, hogyha KGB ügynököt akarsz fogni Washingtonba, akkor menj be egy játékboltba. Mert akármilyen fegyver vagy eszköz megjelent a amerikai hadseregnél, vagy valamelyik fegyveres erőnél, néhány hónapon belül volt belőle játék. És a játéknak a formájából nagyon sok mindent ki lehetett következtetni, hát a KGB ügynökök oda jártak bevásárolni. Azt is mondják, hogy a makettezés ezért indult el a Szovjetunióba. Ki tudja, ezt nem tudom megkérdésíteni. Úgyhogy gondolkoztak azon, hogy hát akkor lehet, hogy gondolkodni kéne ebben az irányban, hogy újra felhasználható űrhajó, csak hát egy gond volt, hogy az örök villám, hogy ne vitatkozza mindenhatóval, itt áll láthatóan mögöttem az akkori mindenható szovjet űrkutatásban, aki volt Korolyov. Ugye az 1960-as évek elején ő elindította a Szovjetunió az emberi űrrepülést, majd a holdprogramot átvette, és ott is elindított valamit, és elindított egy űrhajórendszernek a tervezését, mégpedig oly módon, hogy azzal az űrhajóval az ő vetélytársait szépen kilögdösse a hatalomból.
aztán ezek az űrhajónak a léte és korlátai meg is pecsételték a szovjet holdprogramot, de hát vele nem lehetett vitatkozni. Igaz, hogy 1966-ban meghalt, de az öröksége az megmaradt. Innentől kezdve mivel, hogy hát az az űrhajó, és a főnök azt mondta, hogy az a jó, elég sokáig nem is gondoltak arra, hogy akkor ember, hogy újra hasznosítható űrhajó, pedig az ötlet állítólag megvolt a Szovjetunióban is, főleg, hogyha megnézik a Spiral programot, ami arról szólt, hogy egy olyan kisméretű, úgymond űrcsónak, ami fölövés után autonóm módon tér vissza, és újra felhasználható. Ez mind szépen lappangolt, és mivel nem volt fejlesztve, hát szépen fű alatt valami fejlesztést végeztek, de hát szinte semmit. Egészen 1976-ig, amikor is a NASA oda tette a kongresszus asztalára, hogy gyerekek, ez az űrsikló program, puff, tervek, konkrétan, minden letervezve, bíráljátok el. És 1976-ban a kongresszus az úgy reagált, hogy jó, akkor 5,5 milliárd dollár, és kezdjetek hozzá. Na már most ez nyilvános hír volt. Szovjetunióban elkezdték építeni? Úristen! Na ezt pont nem mondták meg azért. Ezért már lehet, hogy lecsukták volna azt, aki mondja, de a teljes megdöbbenés volt, eddig komoly tervezés náluk nem zajlott. Nagyon gyorsan előszedték a régi terveket, és megpróbálták őket feleleveníteni, hogy mit lehet belőle kihozni. Hát a Spiral program az idáig jutott a MiG-105-ös űrcsónakig, amelyet hát úgy gondoltak el, hogy először is lesz egy hiperszónikus hordozó repülőgép, hiperszónikus, néhány éve korábban állt hadrendbe, ugye a MiG-25-ös, na jó, hát itt már majdnem 10 éves a típus, ami éppen tudja a háromszoros hangsebességet, és ez csak egy vadászgép, ez még legalább egy nagyságrenden nagyobbnak kéne, hogy legyen, ami felviszi nagy magasságban nagy sebességgel a csónakot és egy gyorsító rakétát, és szabadon engedi. Rakéta kiviszi az űrbe, és akkor kint van csónak. Az, hogy minek, azt hagyjuk, mert ilyen kisméretnél hát nem sok mindent lehetett vele kezdeni, esetleg valahol talán be tudott volna dokkolni, vagy hogyha kinyitja a tetejét, akkor a szkafanderes pilóta kimászik és valamit csinál, vagy integet, vagy nem tudom. Esetleg megnéz valamit, vagy fegyvert visz, vagy lekoccol egy műholdat, vagy valami, és utána szépen visszatér. Hát a rendkívül kisméret miatt ugye itt tervezni kellett olyan dolgokat, amiket nem lehet egyszerűnek nevezni, futómű egyszerűen nem férte egy normális futómű. Éppen ezért ilyen csúszótalpat találtak ki, az, hogy majd erre leszállt, ez a csúszótalp, ez gyakorlatilag a gép hátuljából bújik elő. Ha valaki azt mondja, hogy ez egy életképtelen ötlet és teljes hülyeség, annak javaslom, hogy először nézzem a MiG-23-asnak a futóművét, hogy hogy nyílik ki és hogy zsogózik. Utána nyilatkozzon erről. Szóval eddig jutottak ezzel a programmal, magával a repülőtesttel voltak éles indítások, többször járt a világűrbe, és több leoldás is volt, és eljutottak egészen egy emberes siklórepülésig, tehát amikor a pilótával oldották le, állítólag leszállt. De érdekes rajta látni egyébként a kialakításán, itt, ez volt az úgynevezett bor sorozat, ugye borban az igazság, megnézzük, hogy működik a dolog. Láthatod, hogy itt szerelik össze egy vázat, hogy ez most konkrétan a repülése, vagy sem, ezt nem lehet tudni. Ugye láthatod a méreté, hogy ez egy teszt. Ezek egy kicsinyített modellek voltak. És látható rajzon, hogy a repülés során változtatta volna a geometriáját. Tehát amíg odafönt van, vagy amíg nagy sebességgel jön át a légkörön, lefelé jövet, addig a szárnyak csukva. És utána, amikor az alacsony légkörbe ért volna, annak érdekében, hogy nagyobb felhajtó legyen, nyitotta volna a szárnyat. Ha visszagondolunk mostani tudásunkkal, és mellé tesszük mondjuk egy Spaceship One, Spaceship Two geometriáját, ott is ugye a változó geometriával segítették a visszatérés utáni fékezést és a jobb siklást. Tehát nem egy elvetélt meg ördögtől való ötlet, csak nem biztos, hogy az ottani
technikai színvonalon ez működött volna. Itt pedig látható, hogy egy olyan példány, ami valóban megjárta a világűrt, itt éppen a tengerbe lemelik ki. Itt ez a kúfajta, ez nem a kidudorodó pilóta, ez egyszerűen azért volt rajta, hogy meg lehessen találni a tenger. És hát, hogy nézett volna ki belülről, teljesen normális repülőgépvász, szépen föltöltve az alkatrészekkel, mindennel, ami kell hozzá. Hát itt ez, ez egy üzemanyagtartály egyébként, de tulajdonképpen a pilóta helyezik le volna. És akkor jött a nagy kérdés, hogy jó, de mihely jó ez a kis macak? Hát első körben nem sokan, úgyhogy át kellett tervezni, sőt, addig, mert ugye rengeteg makettunk volt, ha máshol nem a Mattel-től, vagy volt a Szovjetuniónak a tervezett űrrepülőgépről. Nagyon idegesítő módon a legelső makettek és nagyon eltértek az utolsótól, sőt, közte évente folyamatosan változtak, ahogy ugye a NASA elképzelései is változtak. És ennek megfelelően a Bohr 5 az már így nézett ki, ami szinte kimondhatjuk, hogy egy az egyben merítette az amerikai űrsikló formájából, de mégis láthatók az a eltérések, az arányok mások rajta. És ez is úgy próbálták volna ki, hogy föllövik egy hordozó rakétával, és akkor siklásban jön vissza. Ez egy kisméretű makett. Kb. 1:8 méretű, vagy később volt 1:4, 1:2 méretű makett. És akkor utána a sikerek és kudarcok konklúziójaként beterjesztették a miniszterelnöki tanácsnak, hogy akkor, vagy miniszterelnöki tanácsnak, hogy akkor tessék, döntsetek, tietek a döntés joga, és nem a Bohr sorozatban korábban megvizsgált aerodinamikailag talán érdekesebb kialakítású gépet választotta a vezetés, hanem a konvencionálisabb, sokkal inkább az amerikai űrsiklóra hajazó tervet. Most ők ezt eldöntötték, ilyenkor vita nincs. Akkor jó, már régen meghalt, ugye ő volt az, aki ő ellentmondatott bárkinek annak idején. Ilyen vezető azóta nem volt a Szovjetunió űrkutatásának élén. Tehát a formát eldöntötték, a méretet és a célokat meghatározták. Ugye mutatom őket. A korlátokat viszont nem lehetett ledönteni. Tudták azt, hogy az űrsiklónál, az amerikai űrsiklónál a főhajtóművek az űrsiklóban lesznek, és a tervek szerint, szigorúan mondva a tervek szerint, egy készlet hajtóműnek ki kellett volna szolgálni a 100 felszállást egy űrsiklónál. Na már most így utólag tudjuk, hogy hát ez nem sikerült. Egyetlen olyan űrsikló volt, amely élettartama során ugyanazzal a hajtóművekkel repült, mégpedig a Challenger, de hát ez a 10. indításnál felrobbant. Az összes többiben legalább egyszer, de inkább többször cseréltek hajtóművet, részben a fejlesztések miatt, részben pedig azért, mert egész egyszerűen nem bírtak annyit a hajtóművek. Hát a szovjet mérnökök erre helyből azt mondták, hogy gyerekek, ez nem fog menni. Viszont vannak nagyszerű hajtóműveink. Tehát alakítsunk egy kis programot. És így a meghatározott célok között az űrrepülőgép és egy hordozó rakéta, ami alkalmas arra, hogy fölvigye a teljes tömeg 105 tonnára adódott, ebből a felszállítható hasznos teher alacsony pályára, tehát kb. 200 km-es magasságú pályára 30 tonnának szánták. Érdekes mód lefelé hozni is képes lett volna, hozzávetődni is 20 tonnát. Ez egyébként nagyon paralel az amerikai űrsikló 29, illetve 19 tonnás hasonló teljesítményével. El tudom képzelni, ez az 1 tonna a meghatározásban az a csak azért is, amilyen legyen nagyobb. Hiszen mint tudjuk, hogy milyen az orosz törpe, hát óriási, tehát akkor nekünk kell, hogy nagyobb legyen. És kb. 15 tonnányi üzemanyagot tudott magával vinni a pályamenti manőverekhez. Hossza 36,4 fesztával, 23,9, magassága 16,3 méter. Ezek is nagyon közel vannak az űrsikló méreteihez, de hogyha szigorúan egymás mellé tesszük a kettőt, azért jelentős eltérések vannak formailag is. Itt látható a rajzon, hogy a
teltet úgy méretezték meg, kikötés volt, hogy az eddig használt űrállomás alkatrészek és elemek azok beférjenek mind. Itt éppen ezen a maketten a MIR űrállomás központi egysége látható raktérben elhelyezve. Érdekes gondolat. És hát ugye, akkor elkezdődött a gyártás, akkor csináljuk meg. Hát akárcsak az Egyesült Államokban, Szovjetunióban is nagy távolságok vannak, itt is egyel, ott is egyel, szállítani kellett a félig kész alkatrészeket, meg a részegységeket. Eleinte nem lett volna baj, amíg még nem szelik össze teljesen például az ősiklót, ugyanis az addig használt Miasicev N4-es nehéz bombázóból kialakított Atlant szállítógép, amit látható, lesz róla egy jobb kép mindjárt, annak kb. 50 tonna volt a terhelhetősége, és egész jól viselte azt, hogyha fölé föl volt függesztve egy viszonylag homogén tömeg. Egész eddig, amíg ennek a tömegnek nem voltak szárnyai. Ez viszont hát a repülés közben jöttek el, hogy hát igencsak instabilá teszi a dolgot, egy majdnem katasztrófa után azt mondták, hogy ezen változtatni kell, de ennek ellenére, amit csak lehetett, ezzel szállítottak, tehát itt látod egy fél összeszerelt űrrepülőgép, itt, hogy fölemelik egy ikeldarúval az űrrepülőgépet, hogy felhelyezzék, itt pedig a hordozórakéta a központi egységének üzemanyagtartálya, amit egyben külső terhelként szállítottak. Hát elképesztő, hogy egy ilyen áramvonalas bombázó is rátesznek egy ekkora, és ez még így repülés volt. Nem irítlem a pilótát azért, aki ezt. És mivel hogy tudták, hogy ez így instabil, kellett egy nagyobb szállítóeszköz. Na hát nézzünk szét, hogy mi van. Hát a légierőnél nem találtak semmit, ami úgy elfekvő aktába lett volna, hogy lehetett volna használni, hát akkor építeni kell. Megnézték a legnagyobb szállítógépet, ami akkor az AN-124-es kondor volt. Hát nagyon gyorsan aggályokat fogalmaztak meg vele kapcsolatban, mégpedig azt, hogy a teljesen összeépített űrrepülőgépnek a tömege a nagy légellenállással együtt már közel lenne a elvi tömegéhez, és ráadásul a falakrészt is teljesen át kéne építeni, mert egyszer leárnyékolná a falakrészt a kívül szállított tömeg, az, hogy belül elhelyezni az esélytelen lett volna. Akkor a repülőgépet még nem építettek. Sehol. Éppen ezért azt mondták, hogy jó, az alapötletnek ez a gép jó, ez a hatalmas, óriási gép, hiszen már akkor is 405 tonnás felszálló tömeggel bírt, és elvileg 150 tonnás terhelhetőséggel, majd inkább ilyen 100-120-a korlátozva, de jó kis gép volt az. Mondták, hogy hát akkor induljunk ki ebből. Hát jól kiindultak belőle, hiszen a szárnyait azt leválasztották a törzsi széját tolták, és betoldottak egy komplet szárny középrészt plusz két hajtóművel, valamint egy nagyméretű H alakú hátsó vezérsíkot szerkesztettek, ezzel igaz ugyan, hogy elvesztették azt a lehetőséget, hogy a falhészen lévő teherrámpát használjanak, viszont az orrhész felhajthatóra alakították ki, hogy más részegységeket is lehessen szállítani. Ez lett az Antonov 225-ös a MIR-re. Hát ez egy valódi óriás lehet. Elméleti terhelhetősége 250 tonna. Maximális felszállott tömeg a 640 tonna. És szó szerint úgy repül egyesek szerint, mint az álom. És így nézett ki, amikor feltették rá az űrrepülőgépet. Rendkívül bíztak benne, hogy ez jól működik, hiszen itt már a tömeg nem okozott problémát, és valóban be is vált mindenféle külső terhek szállítására. Későbbiekben a űrrepülőgép pályafutásának későbbi szakaszában ez annyira bíztak benne, hogy így ebben a konfigurációban elküldték a lőgósiai légiszalonra, ahol 1989-ben bemutatkozott, így, hogy íme itt vagyok. Pedig egy másik gép itt repülés közben, ez még a korai repüléseknél, mert még egy szenzor még pluszban fel van szerelve, természetesen kísérő repülőgéppel. Hát az ilyenre mondják az ilyen gépről a földön, hogy alumínium felhő.
És hát meg kell tanulni kormányozni ezt a gépet. Hát egy ősiklóhő az, amikor ugye azt mondták, hogy nem repülőgép, hanem repülőtégla. És náluk azzal kezdődött, hogy vettek két a Gulfstream 2-est, az amerikaiak, átalakították a vezérlését. Ugye a levegőben lehessen sugárféket kapcsolni, azáltal lenullázni a hajtóművek tolóerejét. És még a futóműveket is kinyitni, meg még néhány féklapot. Ezáltal olyan légellenást érjenek el, olyan rossz siklási tényezőt, mint amit a repülőgéptől vártak. Hát ez nagyjából be is vált, utána pedig egy nem teljesen felszerelt repülőgéppel az Enterprise-szal végeztek siklási teszteket, ugye összesen 5 darabot. Hát az oroszok azok ugye nem szoktak ilyen apró gépben megoldani ezeket a problémákat, ők eleve nagyban gondolkodtak. Úgy gondolták, hogy hát akkor, ha ő repülő, legyenek első kézből való direkt információink, hát csináltak egy olyan repülőt, nem fel tudsz szállni a betonról. 4 darab L-31-es hajtóművet tettek rá, ezek ugyanazok, amikkel a Su-27-es vadászbombázók 2 darabba repültek, hát ő 4-et kapott. Ezek után égető nélkül is bő 30 tonnányi tolóerőt tudtak produkálni. Némi átalakítás kellett ahhoz, hogy fel tudjon szállni, hiszen az ő repülőgépeknél, talán hogyha látott valaki néhány felvételt már leszálláskor, azt látja, hogy amikor leteszi az orrfutóját, akkor onnantól kezdve előre felelejt a géptörzs. Ugye ez azért is van, hogy a lassulásnál a szél nehogy alá kapva felhajtóerőt tudjon ébeszteni a szárnyon, és megmozdítsa a gépet. Na de hogyha ez stabilan így áll, akkor hiába tolom és gyorsítom, nem lesz felhajtóerőm. Tehát itt az orrfutót teljesen átépítették, hogy ki lehessen rúgózni odáig, hogy egy pozitív állásszöge legyen, és már felhajtóerője legyen, és így felszálljon. Így pilótás felszállással, hát egyes források szerint 22, mások szerint 25 felszállást végeztek, és ezen repülések során gyakorlatilag mindenféle repülési módot kipróbáltak. Az utolsó repülések alkalmával a leszállásnál a pilóták csak figyeltek, és az automatika vitte le a gépet. Ebből is látszik a különbség, az amerikaiak, ők pilótát akartak a gépre, a Szovjetunióban viszont úgy gondolták, hogy az eddigiekhez hasonlóan az automatika legyen az elsődleges, és a pilóta csak másodlagosan legyen egy állnak gépen. Az csak szolgálja ki a gépet. Ezen 25 repülés után ezt nyugdíjazták ezt a gépet. És hát kellett valami, ami fölviszi. Hát nagy géphez, nagy terhez, nagy eszköz kell, ehhez építették ezt a monstrumot, az energia vállalat, az energia hordozó rakétát, amely, hát itt látható, önmagában felállítva, ez még csak egy tesztszerelési példány, teljesen inaktív. Itt pedig szintén szerelési, illetve állítási teszten, már az űrrepülőgéppel, látható a hajtóművekből, hogy 4 darab boostert, 4 darab gyorsító rakétát helyeztek el rajta. Ezek folyékony hajtóanyagok voltak, folyékony oxigén és kerozin üzemanyagúak. Ezeknek a tolóerő egyenként kb. Olyan 700-740 tonna volt. Illetve a fő hajtóművek 4 darab egyenként kb. 200 tonna tolóerejű erdély 120-as hajtómű, amelyek az egész indítás során működtek. A boosterek égés ideje kb. 2,5 perc volt. Tehát valamilyen hosszabb, mint az amerikaiaknál a szilárd hajtóanyagú boosterké, máshogy osztották be az erőket. Hát természetesen kinek miben volt rutinja. Így módon ez a rakéta bármely pillanatban leállítható volt, hiszen kizárólag folyékony hajtóanyaggal működött. A feltöltött tömege magának a rakétának 2400 tonnánál kicsivel több volt. Viszont amiatt, hogy ugye csak indítás előtt töltötték föl, így viszonylag egyszerűbben lehetett szállítani, mint amerikai társát, és a felállítása sem volt akkora probléma, mint amelyik korábbinak kinéz. Ennek ellenére azért a szerelés során, amikor szerelték össze az repülőgépet, hát sokszor kellett nézni, hogy akkor minden passzoljon. Minden oda érkezzen, hova kell. Itt az űrrepülőgépnek ugye nem volt a startnál üzemelő hajtóművek, kizárólag pályahajtóművei voltak. Ezek
néhány tonna tolóerő hajtóművek, amelyek viszont odafönt már, amikor a rakéta leműködött, ott ugye még éppen nem pályamenti sebességen van, de bőségesen elég ahhoz, hogy azt elérjük. Összehasonlítva a két rendszer, ezek nagyjából mérethelyes ábrák. Látható, hogy az amerikai rendszer, ugye a fő hajtóművek a fürdsütón, a szovjet rendszer pedig a rakétán találhatóak. Ennek ellenére a szovjet csiklónak a szerkezeti tömege nem lett annyival könnyebb. Biztos nehéz volt az uráli acél, de hát ennek ellenére működőképes nem tud minden. Ugye ott két busztert alkalmaztak, szilárd hajtóanyagot, itt négy darab folyékony hajtóanyagot. És hát ugye ezt le is kell tesztelni. Ugye a Szovjetunióban az volt a szokás, hogy minden űrjárművet, hogyha tesztelnek, legyen szó hordozóra, két űrhajóról, valamiről, legalább két sikeres teszt kell ahhoz, hogy megkapja az engedélyt a következő lépcsőhöz. Hát itt ennek egy részét eltekintettek úgy, hogy a rakétához egy teszttel készültek. Na de hát az, hogy ellövünk egy rakétát, és csak az úgy elmegy, az úgy nem megfelelő teszt, hiszen ha nincs rajta terhelés, nem tudjuk, hogy működik. Így aztán jött, hogy gyerekek, kell egy 100 tonnás próbatest. Néztek egymást, hogy most mi lesz. De még az Apollo programban, amikor tesztelték a hordozórakétákat, ott előfordult az, hogy 27 tonnás víztartályokat lőttek fel a stratoszférába tesztként, de hát a Szovjetuniónál hát drága pénz, hát ez nem lehet megengedni. Hát nézzünk gyorsan, melyik az a program, amelyik nagy tömeggel dolgozni és hasznosítható, és gyorsan lehet venni. És így született a Polyusz nevű műhold próbatest, amelyet fölkívántak használni. Alapvetően ez a csillagháborús programhoz volt köthető. Ez egy lézeres nagy műhold lett volna. Eredetleg kb. 20-valahány tonnába kellett volna beleférni. Azért is nem haladtak vele, mert a protonhordozó rakéta, aminek 22 tonna volt a maximális kapacitása, az nem bírta már el igazán. Tehát még nem tudták eléggé lekicsinteni. Itt viszont a nyakukba akart, hogy gyerekek, tömeg van, hely van, hiszen hatalmas hely állt rendelkezésre, pénz van, mesőgős, mindenki tapsikolt, hogy jaj, de jó, akkor tudunk haladni a fejlesztéssel. De hát akkor mi nincs? Idő. Kevesebb, mint egy év alatt kellett összeadni nulláról ezt a tesztműholdat. A vezérlése az szinte egy az egyben jött a korábbi űrállomásoknak a vezérlő moduljából. Ugye a szovjet űrállomásokat protonhordozó rakétával indították, és saját hajtással egyenként dokkoltak be mindegyik modul elem. Most ugyanezt vették elő, és ezt a vezérlést alakították át, és próbálták a Polyusznak a méretére és adottságaira szabni. Nagyon nagy szükség volt erre, ugyanis egy nehezen megoldható problémával szembesültek, mégpedig az, hogy a rakétára fordítva kellett föltenni a hasznos terhet. Tehát a rakéta elműködése után a műholdnak még kellett magán egy kicsit hajtani, hogy pályára álljon. De a szerelési sajátosságok miatt a hajtóművek előrefele álltak, itt fölfele. Éppen ezért fölül a kérdés, hogy egy egyszerű áram volna az okú, az nem kerül sokba is, nem is okoz gondot. És úgy gondolták, hogy miután a rakéta leműködött, és már kb. 200 km-en majdnem pályamenti sebességgel megyünk, az orrkupat ledobjuk, ezt úgy is le kell, fogja magát, pici manőverrel megfordul, és saját hajtóművel pályára áll az űreszköz. Ez egy teljesen normális megoldás volt. Mindenki úgy gondolta, hogy ez így fog működni. Na, ez egészen így volt 1987. május 15-éig, a start pillanatáig, ahol tulajdonképpen két gigszel történt. Először nagyobbat mondom. A rakéta leműködött, közelpálya sebességre tette a Polyuszt, amely bekapcsolt, leoldotta az áramvonalazókupot, majd megkezdte a forgást. De valószínűleg a túl gyors fejlesztés nem számol bizonyos dolgokkal,
így nem 180 fokot fordult, hanem csak 90 fokot, és így indult be a pályahajtómű. Emiatt nem tudott pályára állni, közvetlen indítás után szépen a Csendes utcába zuhant. Hát egy 80 tonnás meteorzápot kell elképzelni, gondolom, hogy ha valaki látta volna, az biztos, hogy örökélmény lett volna neki, de maga a műhold sikertelen volt, viszont a rakéta sikeres volt. Nem csak azért, mert fölvitte és hozta a paramétereket, hanem olyat is csinált, amire nem számítottak. Ha valaki megtalálja a videót az indításáról, akkor láthatja, hogy még szinte az állvány mellett van a rakéta, de már a levegőben, egy pillanatra megremeg a kép. És olyan furcsa szögbe áll a rakéta. Most ez szó szerint így van, ugyanis az indítás utáni néhány másodpercben a rakéta egy több fokos oldalirányú kibillenést produkált. Nos, hogyha ez egy szojuszoldozó rakéta lett volna emberes űrhajóval, akkor a mentőtorony azonnal működik és belépett volna, és letépte volna az űrhajót, és vitte volna, hogy majd egyarnyével lejön. Ellenben az energia hordozó rakéta vezérlése ezt az eltérést visszahozta. És utána rendesen leműködött a rakéta. Ez láthatóan nem okozott nagy problémát, egész addig, amíg másnap meg nem nézték a kilövőállást, ugyanis ugye Kazaksztánban, ahonnan indítottak, hát ugye ott azért olyan nagyon sok víz nem szokott lenni, tehát az amerikai módszer, hogy sok ezer tonna vizet így hirtelen bezúdítunk, és azzal hűtjük, meg azzal korlátozzuk a gázsugarat, ez teljességgel nem tud működni. Ezért ott egy nagyon jól megszerkesztett áramlásterelők vannak, nagyon pontos áramlási rendszereket állítanak föl. Igen, ám, de ez arra szolgál, hogyha a rakéta rendesen emelkedik. Most ez a néhány fokos kibillenés az elég volt arra, hogy a rakétának a hajtósugara kb. 10 méter szélességben és 70 méter hosszban fölbontsa az egyik ilyen beton elvezetőt, és így kifújja a fenéből a betondarabokat. Úgyhogy a rakéta sikeres volt, a teszteszköz teljes kudarc. Hát így lépte tovább addigra már elkészülő jussiklóra, ami természetesen itt is el kellett vinni az országba sok felé, mert ugye tesztközpontokban vizsgáltak több lehetőséget, hogy milyen terheléseket és milyen felhasználásokat lehetne még bevonni a programba. Aztán jött az összeszerelés. Látható, hogy mekkora szerkezet kellett ahhoz, hogy ez a rakéta azért szépen stabilan kijöjjön a gyárból. Ez egy vasúti szerkezet. Az oroszok mindig vasúton szállították a gyártóüzemből az indítóállásig a rakétát. Ez nagyon jól bevált. Annak idén talán említettem, hogy ugye ők mindent vízszintesen szereltek össze, és utána állították fel. Az amerikaiak általában mindent függőlegesen szereltek össze, és úgy szállították ki. Mind a kettőnek megvan a létjogosultsága, megvan az előnye, hátránya, és ebből született ugye a vicc, hogy az amerikaiak autót tudnak gyártani, ami úgy ki tudja szállítani, az oroszok meg darultan fel tudja emelni. Kinyelvét. És amikor indítóállásra tették, akkor hozzá teljes kiszolgálórendszer képítve természetesen. És itt, hogyha elég figyelmesek vagyunk, és megnézzük a gázsugárterelőket. Talatta. És megnézzük hozzá ezt a képet, ami a CIA egyik műholdjával készült, még a szovjet hold program alatt, és ez N1-es hordozó rakéta van éppen az állványon, akkor láthatjuk, hogy ugyanazokat az indítóállásokat használták, mint a hold program alatt. Egész egyszerűen azért, mert bár a hold programnak gyakorlatilag eltüntettek minden állókat részét, de hát csak ne kelljen már szétcsákányozni egy ekkora betonteknőt, az ott van. És kiderült, hogy bár a rakéta teljesítménye nagyobb, mint a N1-es rakétái, amit a holdraszálláshoz terveztek, de bizonyos beállítások mellett alkalmas a célra. Úgyhogy ezeket az indítóállásokat használták. És hát szépen 1988. októberére úgy gondolták, hogy készen állunk, és ki is tűzték a startot. A start előtt 51 másodperccel megszakítás. Az automatika megszakította a felszállást. Hát ilyen nem sokszor történt korábban, hogy automatika így lefújja. És kiderült, hogy az egyik
összekötő híd elem nem jött el a rakétától, és elindult volna, akkor teljes katasztrófa lett volna, hiszen valószínűleg felszakította volna a rakéta oldalát valahol. Úgyhogy gyorsan kiküszöbölték a hibát, és egy hónappal később, november 15-én, hajnali 6 órakor megkapta a startengedélyt a rendszer, és ember nélkül elindult és útra kelt. Felszállás teljes siker, nem volt megbillenés, semmiféle probléma nem, és felszállás után kb. 200 km-en levált a hordozó rakétáról, terv szerint onnantól saját hajtóanyagával pályára állt, kb. 100 másodperces fröccsel, ennyi kellett ahhoz, ennyi volt a tervezett érték is, hogy saját pályára álljon 280 km-es magasságban, és erről a pályán teljes fordulatot tett, és utána kezdte meg a leszállási manővert. Összesen kétszer kerülte meg a Földet, gyakorlatilag ahonnan indult az szállt le. Úgyhogy a két megkerülést azt ki lehet pipálni. Minden rendszer működött, és közben nagyszerű felvételket készítettek. Ilyet. Mert hogy az egész űrsiklón nem volt egy nyomorult kamera, amit beépítettek volna azért, hogy lehessen látni kifelé, befelé, vagy visszafelé, ki lehessen értéken, sem nem volt a fedélzeten. Nem tudom, de hogyha ezt ma követnél bármelyik ügynökség, szerintem a HR-esek, a PR-esek úgy ugatnánk ki a műszaki szegélyzetet, hogy olyan lenne nézni. De itt ez volt a helyzet. Ugye legénység nem volt a fedélzeten, teljességgel automatizált módon hajtotta még a teljes repülést. Már csak azért is, mert hiába lett volna a legénység a fedélzeten, az legfeljebb nézeget, hogy hát igen, akkor itt van a monitornak a helye, itt vannak a kezelőszervek, de van, nem működik semmi van. Egyszerűen nem voltak bekötve, nem volt szükség egy automatikus repülésre. Ahhoz, hogy kezelőszervek legyenek, hogy felinstalálják a rendszert, a kijelző rendszert, csak az elektronikára, ami viszont be volt építve, és ami hibátlanul működött. Azért ezt már nehezen tudjuk elképzelni, hogy valami nem 3D-be és 64 millió színbe jeleníti meg az adatokat számunkra, hanem csak egyszerűen működik. És hát a leszállásnál, amikor már sikerült távcsővel befogni a gépet, természetesen nagy magasságban vadászgépek válták, hát még 25-ösök, amik ugye azért 20 km fölé tudtak emelkedni, és képesek voltak még nagy sebességnél is kísérni az ereszkedő gépet, és utána végig kísértek a leszállásig. Szépen jött be a reptér felé. Az automatizálásról annyit kell tudni, többleges ellentétben a fedélzeten lévő komputer vezérelt. Tehát nem a földről irányították a gépet, hiszen tudták, hogy ha megszakad az irányítás, akkor ez a repülőgép ez fog, és ez így paf, valahol beáll a kazak pusztába, aztán ezből egy emlékmű. Vagy több. Sok kicsi. Éppen ezért a fedélzeten volt a vezérlés, és a telemetria nem egy irányú volt, hanem két irányú. Tehát nem csak az űresz közül hozta az adatokat, hanem a felszíni adatokat, szélerősség, irány, stb. Hőmérséklet, ezeket is folyamatosan nyomta fölfele az űrrepülőgép irányába, és ez a fedélzetén értékelték ki az adatokat, és ennek megfelelően vezette a gépet az automatika. Meg volt adva neki a leszállás helye, stb. És jött lefele, és tudták, hogy a repülés vége egy először egy balforduló, majd egy szép lassú visszakanyar, ami utána leérkezik a kifutópályára, hiszen az érkezés irány az majdnem merőleges volt a kifutópályára. Tudni kell az, hogy a leszállás nagyon rossz időben történt, 64 km per órás oldalszél. Hát ez utasszállító repülőgépnél is azért már megsüvegelendő, nem hogy egy siklógépnél. És a balforduló megkezdés előtt, ahogy nézték a gépet, jó, és akkor fordul, és ez hova megy? Ugyanis nem balra, hanem jobb felé fordult. Majd végrehajtott egy szép nagy balfordulót, és az eredeti irányon szemből szállt le a futópályára. Hogy mennyire pontosan? A 64 km per órás ellenszél ellenére a pályatengelytől másfél méternyi távolsága oldal irányba. A pályán a számított landolási ponttól kb. 10 méternyire fogott talaj. A repülési időben az eltérés másodpercekben volt mérhető. Ugyanis a leszállás alatt
a fölmenő adatok alapján a vezérlő számítógép döntött. Döntést hozott. Nem megmondták neki, nem beprogramozták, döntött. És az a rendelkezésre álló adatokból neki az jött ki, hogy neki az a jobb megközelítésével. Erre azóta se képes egyetlen eszköz sem, gondoljuk mi, egészen azért, mert az X-37-esről nem tudunk semmit. És hát a leszálláskor, amikor már három keréken gurult, az egyik levezető vadászgép akkor érte utol. Ez volt az a leszállás, ami után mindenki úgy gondolta, hogy hú, hát akkor beértük az amerikaiakat, és milyen jó lesz, mert akkor nekünk is van, és jöttek a nagy tervek. Jöttek a tervek az öt darabos flotta felállításáról, jöttek a tervek a folyamatos korszerűsítésről, és hát készítették már elő a következő repülést, ugye ez a hangárban látható alatta a hordozó rakéta, fölötte a Burán, az 101-es gyártmány, és hát készültek ugyanúgy, hát akkor lesz folytatás, természetesen vannak még hiányosságok, amiket dolgozni kell rajta, meg kell szüntetni, de hát ez csak munka. Egészen az összeomlásig, a Szovjetunió széteséséig. Két nagy programja volt ebből a Szovjetunió. Az egyik a repülőgép, a másik az űrállomás. És az űrállomás mellett döntöttek. Az űrrepülőgép program gyakorlatilag semmilyen pénzt nem kapott. Így aztán jött a hosszú távú tárolás, egy nem készre szerelt energiahordozó rakétán nagyon sok minden hiányzott belőle, de szerkezetileg egyben volt, tehát a terhelés bírta. Ott helyezték el az űrrepülőgépet, és így tolták be a hangárba, illetőleg dolgoztak szépen lassan további példányokon. A 102-es példány, ami repülésre alkalmasnak akartak összeszerelni, állítólag a 95-97%-os szerelési szintig jutott. Ennek ellenére nem volt használható állapotban, mögötte látható egy földi próbákra és földi oktatásra való másodpéldány. Amikor is a Szovjetunió szétesése miatt, hát a pénz az elfogyott, és ezek a gépek, ezek Kazaksztán tulajdonába kerültek, hiszen az ő területén voltak. Aztán Bajkonur egyezmény folytán lehetett csak valamelyest hozzáférnie oroszoknak, akkor már oroszoknak, de hát akkor sem volt pénz rá, sokkal komolyabb dolgokra kellett a pénz, és ez megbosszulta magát, mert itt még csak a Szovjetunió omlott össze, de 2012. május 12-én, amikor megpróbálták felújítani a tetőszerkezetet, a hangár tetőszerkezetét, és a ehhez szükséges összes nyersanyagot fölpakolták a tetőre, mert mit kéne, hogy én azzal, vagy megint a útvallatot, azt folyamatosan pakoljam. Nos, ezt a nagyon rossz állapotban lévő tetőszerkezet nem bírta ki, és a öt tetőelemből három beroskat, és gyakorlatilag apróra törte a bent elhelyezett hordozórakétát és a rajta lévő buráni repülőgépet. Ezek sok mindent mást is összetörtek, most itt nem csak a nyolc halott munkásra gondolok, aki életét vesztette az esemény során, hanem összetörtek mindenféle reményt, hogy az űrrepülőgép valaha is használható állapotba kerüljön. Nem omlott össze az egész csarnok, de mint látható, a pusztítás az eléggé komoly volt. A csarnok egy másik részében volt a másik képen, amit lehetett látni, két szerelés alatt álló űrsikló, azoknak nem lett semmi baja, de egyszerűen se pénz, se akarat nem volt arra, hogy azokkal valami történjen. Úgyhogy ez betett véget igazán végleg a szovjet űrsiklóprogramnak, később végben a orosz űrsiklóprogramnak, és utána hát mindenki szeretett volna azért büszkélkedni, hogy nekünk is volt ilyen, és kezdték elővenni ezeket a félig-meddig összeszerelt űrsiklókat, hogy legalább valamit csináljunk belőle, hát hogy ebből melyik a 2.0 egyes, ami egyébként nem Burán, hanem Bajkál, ugye a tó után nevet kapta, azt nem tudom megmondani, de Moszkvában, a Gorki parkban, illetve az energia rakétát gyártó
nagyvállalatnak a székháza előtt is ki van állítva egy példány, azon kívül több olyan példányban is lehetett hallani, hogy hát majd lesz, és majd kiállítási alkalmas állapotba hozzuk, de a Gorki Parkban lévőnél a raktérben, egy raktérben konkrétan mozit rendeztek be, ahol hát az ünneplést át lehetett élni. Biztos nagy élmény, de hát elfutottam. Úgyhogy hát vannak, akik kevés, olyan példányok, amik kevésbé cizellált helyen kerültek távolásra, például a Zsukovszki intézetben, ahol aztán későbbiekben ugyan restaurálták némileg, és a repülőintézet múzeumában elvileg kiállították, de hát látható, hogy nem abban a környezetben, ahol az ember egy ilyen technikai csodát szívesen látna. És hát a Kazaksztánban maradt példányok is úgymond vitték a pénzt, hiszen használni nem tudták őket, eladni nem lehetett őket, az őrzésük pénzbe került, aztán ez, mivel hogy a pénzbe került, arra se fizettek túl sokat, azért azon meg úgy gondolja, hogy valahonnan csak kiegészítem a fizetésemet, éppen ezért látható, hogy az európai művészet egy avantgárdabb ága megjelent a kazak pusztában, és bizony elkezdtek kalandtúrákat szervezni, hogy be lehet oda menni és megnézni, és hú, de jó. Nem feltétlenül veszélytelen, de viszonylag sokan jártak már itt. Gyakorlatilag teljes lepusztulása jellemző rá. Látható, hogy itt egy sepűt nem vett elő senki az elmúlt 20 évben. És hát ilyen állapotban is vannak gépek. Nem kell meglepődni, nem véletlen néz ki úgy, mintha fából lenne, abból van. Természetesen nem arról van szó, hogy a Szovjetunió ennyi környezetbarát módon akarta volna mutatni a világűrt, hanem arról van szó, hogy ez a fából készült példány, ez egy szélcsatorna makett. És azért fát használtak, mert hogyha acélból készítik el, és valami nem stimmel, és finomítani kell rajta, akkor újra legyártani a kereteket, újra legyártani a borítást, összerakni, stb. A sok idő. De a fának neki lehet menni egy csiszológéppel és alakítani rajta. Mai napig például, hogyha autóknál szélcsatorna teszteket csinálnak, még gyártási tervezési fázis előtt, ott agyagból készítik a maketteket. De hát, hogyha mondjuk egy ekkora agyag makett, nem tudom, mivel lehetne mozdítani egyfelől. Másfelől ezek a szélcsatorna tesztek azért szuperszonikus sebességű tesztek is, ahol az agyag szétszárad és egyszerűen szétrepült volna. Ezért készítették fából, és hát a belsőben látható, hogy itt azért voltak már mérőszerkezetek, amik be voltak valamikor kábelezve. Ezt is, hogyha valaki meg tudná szerezni magának, akkor szerintem egy zseniális dolog lenne, gyönyörű szép falazúrral kifesteni, és akkor egy falmű repülőgép. Szerintem egy zseniális kiállítási darab lenne. Gondolkoztak ezen mások is, és hát így azért kalandos utakon az egyik példány, konkrétan az a példány, amelyik hajtóműveivel önmagától föl tudott emelkedni, ez bizony elkerült a Szovjetunió területéről. Konkrétan nem is olyan messze, arrafelé nagyjából 1060 km-re a Speyeri Technikai Múzeumban került kiállításra, hosszú pereskedés után, majd napig megtekinthető. Nem változtattak rajta sokat, hát annyit, hogy föl lehessen menni és meg lehessen nézni a pilótafülkét. Ez mai napig megtekinthető, úgyhogy ha valaki űrrepülőgépet akar látni, bármelyiket, ez van hozzánk a legközelebb. Ez itt a reklám helye. És természetesen jöttek az ötletek, hogy mivel lehetne használni, és itt egy nagy kérdés vetődik föl, hogy egy csoda volt ezt megalkotni, ezt az űrrepülőgépet, de minek? És itt most egy nagyon csúnya okfejtés fog következni. Minek alkották meg? Csak a rivalizálásért? Mert hogy használni, mi akarták volna használni, az nem volt világos. Tegyük föl, embert akarunk feljuttatni. Ezen az eszköz költségeinek töredékért a bevált Soyuz rendszer fölvitte az embereket, ráadás egy olyan rakétával, ami annyira bevált, hogy eddig már különféle verziói túl voltak a 2000 indításon,
jócskán 1% alatti meghibásodási átlagban. Ami szenzációsan jó érték. Terhet akarunk feljuttatni? Az összes szovjet űrállomás modul, ami befért volna a raktérbe, eddig is, és ez után is, tehát például a közelmúltban indult Nauka modul a nemzetközi űrállomáson, az is saját meghajtással közelítette meg az űrállomást, és úgy dokkolt be, saját vezérlésével. Nem űrrepülőgép vitte fel. Tehát ez is kiesik. Vigyünk fel építő anyagot. Ennek lehetett volna létjogosultság, és sokan felhozzák azt az esetet, amikor a mi űrállomásnak neki ütközött egy Progress űrhajó, és ott az egyik modul kilukadt, és oda bent, hát késsel, meg szerszámmal, mindennel kellett a dokkoló nyilásokon átvezetett kábeleket elmetélni, meg eltépkedni, hogy le tudják zárni azt a modult, hogy ne az egész űrállomásból szökjön a levegő. Tehát ennek alapján, hogy akkor belül ne menjen kábel, minden kívül legyen. Ugye akkor olyan rendszert építsünk ki, hogy kívül menjenek a kábelek. Jó, ehhez kell a külső vázrendszer, mint ahogy a nemzetközi űrállomásnál is van. Remek. Csak az a szépség hibája ennek az okfejtésnek, hogy 88-ban repült, 93-ban lemondták az egész programot, az ütközés viszont 97-ben történt. Az meg, hogy valaki időutazó vagy látnok legyen, azt inkább hagyjuk. Tehát önmagában nincs egy olyan indoka, ami a Prestige-en kívül, meg azon kívül, hogy hát így egy korszerű eszközünk van, indokolta volna azt a bődületes mennyiségű pénzt. Egész addig, amíg nem próbálunk így mögé nézni a dolgoknak. És itt most elhagyjuk a tények és bizonyítható dolgok területét, és egy kicsit a szabadjára engedett álmok közé megyünk át. Mert innentől kezdve nehéz bizonyítani a szándékokat és a hatásokat. Ugye mi maradt, mi jött a programból? Ugye maga a rakéta, az látható, hogy ugye az űrrepülőgép nélkül is használható volt. Tehát már eleve egy több funkciós eszköz. Na de 100 tonnás holmikat nem indítunk el csak úgy. Ez 100 tonna körüli tömeg, ez földkörű pályára jelentendő. De hogy hozzáteszünk, hogy ez geostacionális pályára 20 tonna, transzlunális, tehát a hold irányába venő pályára pedig 32 tonna. Tehát hogyha szó lett volna egy lehetséges holdutazásról, akkor ez a hordozó rakéta, vagy egy erősebb verziója alkalmas lett volna arra, hogy űrhajót indítson a hold felé. Szerintem a tömeg már belefér, hát nagyjából belefért volna az Apollo űrhajó, növelt teljesítmény esetén még a holdkong is. Azon kívül. Építették a rakétából, mivel hogy erősen moduláris volt a felépítése, Csalomai bácsinak ez az ötlet, ez már megint előjött. Építettek egy kisebb méretű tesztpéldát, ami soha nem repült, itt csak két booster volt, és a középső négy főhajtóműből is csak egy volt. Ennek a teheremelése kb. 35 tonna volt, tehát alacsony földkörüli pályára. Ezzel a protonhordozó rakétát akarták volna kiváltani, azért, hogy nagyobb méretű űrállomás elemeket is föl tudjanak vinni. Nem lett belőle semmi. És akkor fontos megígézni, hogy ez a család ez ennél nagyobb lett volna. Így járható a energia Poliusszal, az űrrepülőgéppel. Itt ez a csökkentett méretű energiatípus volt az orkita, csak két boosterrel. És a távoli vágyállom a 8 boosterrel szerelt óriás, ami utána egy kisegítő fokozat segítségével akár 200 tonnát is fel tudott volna vinni magával. 200 tonnát. Különböző források, különböző pályamagasságokat, 170, 180 vagy 200 tonnát írnak, hát ez ugye a hasznosítástól függő. Azt tegyük hozzá, hogy ugye a középső rész átmérője az közelítette a 8 métert. Ha megnézzük, hogy milyen átmérőjű teret tud felvenni, mekkora terhet, hát ez az űrkutatás egyik legnagyobb problémája jelenleg, hogy hogyan lehet akkora átmérőjű eszközöket felvinni, amiket utána jobban tudunk használni. Ugye emlékezhetünk rá, hogy a Csészep társaságát úgy kellett kihajtogatni odafönt, mert egyszerűen az 5 méter átmérőjű hordozórakéta a dombon már nem fért volna bele kihajtogatva, ezért volt ugye összecsomagolva az indításkor,
de sok más üreszközt is ugyanígy kellett indítani. És ezzel nagyméretű lakómodulokat, vagy nagyméretű üreszközöket lehetett volna indítani. A Föld körül. Vagy a Hold felé. Vagy akár a Mars felé. És hogyha Mars felé indítjuk, voltak olyan gondolatok, hogy ugye a Curiosity, ami kb. 1,1 tonnájával mászkál a Marson jelenleg is, hát kis tolaszos megoldása biztos lett volna legalább 2 tonna, de nem egyet, hanem 2-t, 3-at, 5-öt, 6-ot vittek volna egyszerre, és úgymond falkában dobták volna le, és azok egymással is kommunikálva derítették volna fel a vidéket. Valószínűleg hatékonyabb lett volna, mint a jelenlegi megoldás, de ez is csak egy elmélet, amihez kellett volna egy ilyen hatalmas teljesítményű rakéta. Azon kívül teljesítmény nem minden. Egyébként egy kicsit belegondolunk ebbe, hogy jó, hát akkor van a rakéta, a boosterek azok maradnak, és akkor kap egy segédfokozatot, ami még megtolja. Mintha már láttunk volna ilyet, az ember kis náthás lesz tőle. Artemis! És akkor így hirtelen felcsillál, hogy másik űrrepülőgép programnak a vége is, vagy legalábbis ahhoz használt eszközök is ugyanígy jártak, és hasonló módon végezték. És még egy dolog, hogy miért lett volna nagyon fontos az űrkutatásban egy ilyen nagyméretű hordozó rakéta. Ha megnézzük például ezt a terpet, ugye itt már egy bővített méretű orrkúp alatt egy nagyméretű, hát legalább 8 méter átmérő terheltér van, aminek a hossza, ha összevetjük a 59 méteres magasságot, hát akár 30-40 méter hosszú is lehet. Hogy mire lehet ezt használni? Hát ez az oroszok azok majdnem szívbajt kaptak, amikor annak idején meglátták ezt a képet, ez a Skylab-i vállomás belseje, ahol is nem hosszában voltak elválasztva a dolgok, hanem szintenként. Mert az orosz űreszközöknél, vállomásoknál folyamatos probléma még a mai napig, egyszerűen kevés a hely. Túlságosan keskenyek az átjárók, hiszen be kell építeni a berendezéseket mindenhova, de gyakorlatilag hiába van egy 4 méternél valamilyen nagyobb külső átmérő, belül egy 2 méternél alig szélesebb hely áll rendelkezésre. Na már most, ezen csak így hosszába lehet végigmenni, hogyha több ember dolgozna egyszer, egyszerűen lezárják az utat, ez problémákat okozhat. Ugyanakkor viszont ezt az elrendezést, hogy egy kicsit tovább gondoljuk, akkor egy elméletű eszköz, ami 8 méter átmérő és 30 méter hosszú henger. Ha ennek akár mind a két végéről is leveszünk a különféle zsilipeknek, dokkoló mechanizmusoknak, mondjuk 4-4 méter. Kicsit maradt 22 méterig. Átmérő 8 méter, a belsejében függőlegesen egy másfél méteres aknát hagyva, ezt a hatalmas teret szintekre lehet osztani. És ezt hogy a 22 méter, ezt legalább 5 szintre szépen föl lehet osztani, nagy belmagassággal, és minden szinten nyugodtan lehet dolgozni, a közlekedők nem zavarják egymást. Hasonló területeken dolgozók nem zavarják egymást. Hogyha egy berendezésnek lejárt az élettartama, nincs már rá szüksége, a közfalokat át lehet helyezni, és ezáltal egy használható, nagyméretű tér áll a rendelkezésre. Egyfelől. Másfelől ugye a végén több irányból is ki lehet alakítani a dokkolomáskor. Legvégső, legdurvább felhasználási módszer, pedig hogyha csak két dokkolomás van rajta, egy az olyan és egy a tetején, csak a tetején nem kicsike van, hanem egy nagy. És ebben az esetben űrbeli szereléseket lett volna lehetőség vákum veszélyei nélkül. Ez egy 8 méteren belül egy 5 méteres átmérőig nyugodtan lehetett volna dolgozni ebben. Tehát össze lehetett volna szerelni például bolygóközi szondákat odafönt, esetleg
kisebb járműveket vagy azok részegységeit. Ezek távlati képek. Nyugodtan belefértek volna. És ehhez használható lett volna ez a rakéta család. De ez mind csak az elmélet és a felvetéseknek a területe, de olyan felvetéseké, amik hát talán még valamikor szába szökkelhetnek. Ebből is látható, hogy hatalmas költségeket emésztett fel a program, és nagyon sok problémával küzdött, de talán nem volt teljesen fölösleges a létrejötte. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket. Érdekes volt itt a végén, hogy mondtad, hogy mikor elkészült minden, tehát amíg esetleg lett is volna rá pénz, a, ugye, a